sportosat. Híradónk vendége Banai Dávid, a Magyar Kupa győztes Újpest FC kapusa. Szervusz, üdvözöllek, gratulálok. Ez hanyadik sikered volt? Harmadik kupa győzelmet tudtam ünnepelni, de igazából kétszeres kupa győztes vagyok, mert az egyiken nem tudtam pályára lépni is, így az nem számít bele a statisztikákba. Ha értem. De kettőn viszont már ott voltál és védtél. Itt a Magyar Kupa döntőben miért nem te védtél? Most volt valamilyen megbeszélés, leosztás, a tiéd, a bajnoki meccs, vagy ez hogy volt ez? Igen, amikor a német vezetőedző ide jött, akkor ezt így lett megbeszélve, hogy én védek a bajnoki meccseken, és ő meg a kupán, ha egészséges. És egészséges egyébként? Igen. Marad még? Nem tudom pontosan, neki lejár a szerződése, a továbbiakat azt nem tudom még pontosan. Öltöző Pretyka? Kérdeztem tőle, mondta, hogy nem tudja még. Hogy merre, hova. Gondolom, akkor a menedzsere intézkedik, biztos. És majd ő is csak kap egy telefont. Neked van menedzsered? Van, igen. És? Ő is intézkedik? Hát élőszerzésem van, de persze minden. Nekem is az a vágyam, hogy ezek külföldön kipróbálsam magamat. Tehát Magyarországon nem ugrálsz? Én Magyarországon nem hiszem. Tehát akkor külföld. Viszont akkor az a Magyar Kupa győzelem, ez jó. Jöhet nektek, mert ugye hát indultok a nemzetközi kupában, a kiskupában. Persze, ez is volt ugye célkitűzés, hogy újra Európába tudjunk megmérettetni magunkat, ami sikerült is. Egy nagyon nehéz szezon után, szerintem mi is ott január elején közepén beszélgettünk a srácokkal, nem bíztunk ilyen téren, hogy sikerülhet. A Magyar Kupa győzelem? Akár az is. Miért nem? Nem tudom, nagyon nehéz szituációban is voltunk akkor, ugye épp, hogy fő cél az volt, hogy a bajnokságba elkerüljük azt a két utolsó helyet, ami ugye hatodik helyen sikerült is, és mondhatni, hogy ebből a rossz szezonból egy ilyen évet sikerült zárni, az egy kicsit jobban néz ki. Lehet tudni, hogy miért kerültetek ebbe a veszélyzónába? Mi volt a baj Újpesten? Nagyon sok tényező volt. Ugye azt is ki lehet jelenteni, hogy két meccset elvettek tőlünk. Melyik kettőre gondolsz? Hát ugye az MTK, meg amikor Diózsor sem halasztott el a mérkőzést. Sajnos a csapat egy olyan vírus helyzetbe, szituációba esett bele, hogy nem hogy egy-két játékos egyszerre, hanem az egész csapat. Stábtagokkal együtt, ami nem volt könnyű. Egy héten belül az egész 40 fő kb. Beleesett. És akkor 6 pont. Ez egy 6 pont, igen. Többi meccsen mi volt a gond? Még ezt nem is akarom arra fogni, de nekem is saját magam éreztem, hogy legalább egy 3-4 hét kellett, amíg úgy éreztem magam, hogy hú, én sportoltam valaha. Mert tényleg ilyen ezt senkinek nem kívánom, én sem voltam azon nagyon nagy tünetekkel, de viszont amikor visszatértünk a pályára, meg voltak a orvosi protokollok, egyszerűen azt éreztem, hogy hát én soha nem léptem pályára. Akkor most újra kellett szinte mindent tanulni? Nem azt, hogy tanulni, de nehéz volt visszajönni. Mennyi idő kellett? Nekem egy 3 hét, amíg azt éreztem, hogy hú, kicsit jobban érzem magam. Az elég hosszú idő. Én is 14 napot voltam otthon, úgyhogy az sok. Az elég hosszú idő. Az edzőváltás akkor ezek szerint bejött? De az eredmény azt mutatja, hogy be. Pedig hát nem a legfényesebben indult a történet, ugye vereség az új edzővel. Igen, egy új filozófiát hozott be a csapathoz, ami az elején nehéz volt azonosulni vele, de ők is tudták, vagy ők mondták, hogy sajnos ez az egy-két meccs volt az ára annak, hogy olyan állapotba kerüljön a csapat, hogy ezt az erőltetett menetet végigbírja. Fizikálisan vagy mentálisan? Tehát egy új stratégiát kellett megtanulni, begyakorolni, vagy fizikálisan kellett? Inkább fizikálisan. Erősebb edzések voltak? Keményebbek? Keményebb, gyorsabb, pörgős, de fő a része volt az erőnlét, hogy azt ugye ők is tudták, hogy szerda, szombat, vagy akár kedd, vasárnap jönnek a meccsek folyamatosan, ezt valahogy bírnia kell a csapatnak.
elég volt ez a, hogy is mondjam, ugye kevés magyar játékos volt pályán. Ez mennyire tudott visszaütni arra, hogy egy egységes kohézóként futballozzatok, működjetek? Több nemzet volt ott, kevés magyar labdarúgóval, ez mennyire okozott problémát? Kommunikációban, abban, hogy valóban egy csapatként futballozzatok? Nem hinném, hogy ez problémát jelentett. Persze, most így mondják, hogy de ugyanúgy a Branko Pajovics, ő már magyar állampolgár is, úgyhogy, de... Azt hiszem ketten vannak, ugye, akik így, hogy hárman? Igen, hát így szót értettünk a Pajovicsről, szintisztán beszél magyarul, úgyhogy, de persze volt, amikor több magyar volt a pályán, ez mindig a medzői döntés, a legjobb 11-et akarja küldeni a pályára. Jó, de ez a csapat egységében akkor nem okozott problémát? Nem. Szerintem a végére, főként a végén, a kupa győzelem után láthatták az emberek, hogy ez egy igazi csapat volt. Ahogy az ünneplés együtt a... Együtt is marad ez a csapat? Nem tudom, ezt majd... Sajnos ugye ez az egyik fő probléma az Újpesten, hogy évről évre, minden évben ott úgy kezdtük a szezont, hogy 10 játékos volt. Ez így nehéz minden évben új csapatot építeni. Szerződésed még él, tehát akkor... Igen. Van egy biztos pont a kapusposzt. Ott legalább van egy ember, nem? Mert ugye nem jelen szerződése, tehát te vagy. És gondolom, nem akarsz most elmenni. Nem. Hát azt, amit beszéltünk, hogy persze, a külföldi állom. De az még 5 év van. Emlékszel rá, hogy 2014 decemberében voltál itt, mint az U21-es válogatott kapusa többek között. Van egy meccs után. Igen. Azóta eltelt több mint 6 év. Elégedett vagy ezzel a 6 évvel? Több volt benne, többet ki lehetett volna belőle hozni, vagy ennyi volt benne? Nehéz. Akkor még fiatal reménység voltál Újpesten, akkor még ugye harmadik számú kapus voltál. Nos, elégedett vagy a pályafutásod eddigi szakaszával? Pont így visszatekinteni a 6 évre, voltak nehézségek, ugye volt épp egy életmentő műtét is, ami nem segített persze a karrierem szempontjából. Itt mire gondoljunk? A lépműtétem. Egy váratlan, egy nap alatt lepörgött, az életveszélyes állapotba kerültem, de így is. Baleset, vagy mi történt? Egyszerűen nem tudni pontosan, megrepett a lépem. De csak úgy? Végén kiderült, hogy egy ciszta volt benne, és az. De most már rendben vagy. Rendben teljesen. Azóta a tünetmentes, igen. Akkor megijedtél, hogy akkor vége a pályafutásodnak? Igazából megijedni se tudtam. Nagyon gyorsan történt minden. Reggeli hasi fájdalom után már este kész volt, meg voltam a műtéttel. Uh-huh. De ott az, hogy annyi volt, hogy kivették. Igazából két hónap után már teljes, egész séges állapotba tudtam visszakerülni. Uh-huh. Te akkor azt mondod, hogy maximumot kiosztod ebből az elmúlt 6 évből, amit ki lehetett hozni? Az edzőváltás után ugye sokkal többet tudok a pályán lenni, úgyhogy ez azért kicsit bánt, hogy abban az években ott azért jól lett volna többet védeni. Ott a baráti kapcsolatok számítottak? Mármint a vezetőedző és a kapus között? Hát vele nem volt egyszerű, főleg kapusként, ugye nem mindig volt meg az állandóság, úgy mentél fel a pályára, hogy lehet, hogy 5 meccset védesz, aztán megint pihensz. Volt, hogy első számú voltam, harmadik számú, úgyhogy nem volt igazából az a bizalom szerintem egyik kapus irány se, amit érezhettünk mondjuk most, vagy én. Annó mondtad, hogy Balajca Szabival nagyon jó volt a kapcsolatod. Ugye 17 évesen ugye sokat dolgozott, foglalkozott veled. Tartod-e még vele a kapcsolatot? Igen, szoktunk beszélni. Akár ugyan már Puskás Katalin. Igen, azért kérdeztem, hogy tartod-e még. Igen. De nem csak ott a meccsek után, hanem volt egy telefonon is, többször beszéltünk. Uh-huh. És ő hogy látja? Fejlődsz? Fejlődök. 27 éves lettem, ugye. Azt mondják kapusoknál, mindig van hová.
Persze, mindig van. Főleg most itt elsősorban a lábakra gondolok, sok esetben ugye láthattuk itt NBA-s meccseken is, hogy kapusok néha nem nagyon tudják a labdát úgy eltalálni, hogy el kellene. Minden meccs más, minden adott meccsben más szituációk lépnek föl. Ugye kapusként bármi kis apró kis hiba, és azt látjuk, az végzetes lehet. De minden, mint én is, tanulok akár a hibáimból is, úgyhogy persze mindig lehet egy kicsi aprót finomítani, sőt kell is, de szerintem én is. De úgy már úgy nagyjából kész vagy. Igen. Lábad is jó, nem jössz zavarba, hogyha jön a labda, és akkor bele kell egyet bikázni. Már nem. És pontosan, te már pontosan is oda küldöd az emberhez a labdát, gondolom, vagy örülsz, hogy eltaláltad, és akkor... Hát nem mindig az a... Vannak olyan szituációk, amikor... Persze, van olyan, így van. Nem kell olyan pontosnak lenned, de igen. De már nem ő zavarba. Nem. Ez nehéz ott megtanulni? Már sokat, évek alatt, hogy amit beszéltünk, nagyon sokat változott akár a labdarúgás is. Ugye hoztak új szabályokat, igen, amik teljesen átírták azért a dolgokat, de én azt mondom, hogy ezek jó felé irányították. Uh-huh. Ugye jövőre érkezik a VAR is. Igen. Ami szerintem nem lesz egyszerű, de majd látjuk a külföldi labdarúgásban is, ott is akár még így is vannak vitatott szituációk. De ez nagyon különben nem zavarja a kapusokat, nem? Nem, még talán segítséget is. Úgyhogy nektek ez nem lesz gond. Meddig kell szurkolóknak arra várni, az Újpest, hogy legalább a harmadik helyért harcba legyen a bajnokság végéig? Hát ideje lenne már, de ugye azt természetesen be kell látni, hogy néha, hát nem néha, nem tudja fölvenni az Újpest akár a, most mondhatni, 2-3 csapatot a versenyt, amíg ilyen szituáció van. Jó, a Fradit hagyjuk, oké. Na de másik kettő, az oda-vissza megverik mások is. Még hogyha most másik, harmadik a Puskás meg a Videóton, de Videótont is mondjuk megverték, akik tőletek jobbak, tehát azért mondom, tehát a Fradin kívül is bárkit meg lehetne venni. Ez egyáltalán mennyire beszéd téma a játékosok között, köztetek például? Az, hogy az Újpest itt van hátul, tulajdonképpen végig azért harcoltatok, hogy ne esetek ki, az egy külön szerencse, hogy a hatodik helyre jutottatok fel. Hát ugye ez már 2 éve így van. Sajnos. Igen, csak ez mennyire téma ez? Persze, hogy téma, meg ahogy jöttek a meccsek, ugye ezt mi is érezzük, meg akár a szurkolói nyomás is rajtunk van, de ezt mindenki tudja, hogy Újpestnek nem itt a hatodik helyen kell lennie. Már azt mondják a szurkolók, hogy nektek így is, úgy is, úgy is megkapjátok a fizetéseteket, tehát minden rendben van. Hát szerintem ezért nem erről szól. Igen, csak azért kérdeztem, hogy egymás között, hogy mennyire akartok tényleg oda menni, és akkor oda jutni a harmadik helyre, legalább a másik helyre, tehát ez mennyire ég bennetek ez a vágy? Hogyne, szerintem, ami ugyanilyen a kupa győzelem is, hogy látszott az egész csapaton, hogy itt ma nincs más választás, hanem ezt el kell hozni, ezt a kupát. Úgyhogy ott is, ugye, meg lehet venni a Videótont is. Na ugye, ezzel mondom, tehát te mi volt itt a Videótonnal? Ugye hát ötös, négyeseket kaptatok, ugye? Az előjelek nem voltak szépek és jók, de ez biztos voltam benne. Nagy képűek voltak? Hogy érezted? Biztos, hogy volt bennük egy kis alábecsülés. Uh-huh. Ugye persze, hát most kiben ellen 14 gólt rúgtak 3 meccs alatt. Igen. Mondhatni tényleg nem sok szansunk volt egyik meccsen se. Lehet, hogy én is úgy mentem volna ki, jó, hát eddig rúgtunk 14-et, most mi ne rúgnánk most 3-4-et. Uh-huh. Csak ugye a foci az egy meccsen bármi megtörténhet. Ezen a kupadöntőn mivel volt jobb az Újpest? Na a kispadról hogy láttad? Szerintem nagyon összeszedett volt az a társaság a fejben is. Én jól emlékszek, talán olyan nagy helyzetük nem is volt, sőt, még kapura lövésük se 120 perc alatt. Persze jókor jöttek a kiállítások, azt hozzá kell tenni, de ott érezhető volt, hogy ma nem fognak minket megverni. Nyugodtan nézted a meccset akkor? Hát nyugodtan, semmiféleképpen nem néztem, de ugye pont egy akár a meccs előtti beszéd is egy olyan pont egy nemzeti sportos kép
címről indult el az egész, amikor ugye fej nélkül kitettek a címlapra minket, hogy hol a csapat, ami szerintem minden ember, minden egyes játékosban megmaradt. És ugye minden meccset én szoktam a csapat kiáltást visszaszámolni, úgyhogy én fogtam a telefont közepén, és nem is tudom, ki beszélt, a Branko Pajovics beszélt, és hogy mindenki emlékszik-e erre a képre, körbemutattuk, és akkor azt megbeszéltük, hogy hol a csapat, és ma este itt lesz a csapat. És meg is mutattuk ugye, hogy hol a csapat. Ezt miért nem lehetne minden meccsen így játszani? Hát nagyon jó lenne. Mi kell hozzá? Tehát milyen plusz motiváció? Mert ezek szerint akkor csak motiváció kérdése, hogy ti most hogy játszotok. Nem motiváció, ugye nagyon nehéz volt, amit mondtam, hogy heti két meccs, nem lehet minden egyes meccsre úgy felkészülni, és úgy kimenni, ahogy mindenki szeretné. Hogy látjuk így a külföldi, nézzük egy Liverpoolt, megnézhetünk, ami tavaly majdnem veretlenül nyerték meg a bajnokságot, és most meg nagyon szenvednek. Jó, de hát már évek óta Újpest szurkolók azt látják, az Újpest szenved. Nem mondanám, hogy mindig szenved. Nem? Nem. Te hogy éled meg akkor? Hát ezt, amit ezt a pont, amikor januárban elkezdtük, azt nagyon nehéz volt. Tényleg olyan kilátástalan volt a helyzet. De azt is, amit beszéltem, hogy ez a járvány se. Soha nem tudtott úgy felállni az igazi Újpest, most mind a vége felé. Akkor azt árul, de mikor éreztétek úgy, hogy nem fogtok kiesni? Melyik meccs után? Vagy melyik eredmény után? Hát ugye, amikor vége biztossá vált, az a Diós-Győri meccs volt. Ott is nagyon sok hiányzó volt, de tudtunk, hogy most nem számít, hogy milyen játékkal, de hogy egy pontot el kell hozni. Sikerült is. Sikerült. Pont egy a nagyvállalatot szünet volt, egy olyan jó periódus, hogy itthon megvertük a Kisvárdát, Mezőkövesdet 3-3-0-ra. Ott azért lehetett, meg azt látta mindenki, hogy ez más Újpest. Akkor ti belülről éreztétek, hogy megváltozott az Újpest. Igen. Akkor nem is féltétek a kieséstől igazából. Mert tudtátok, hogy jó vagy. Ott, amikor amikor ezt a két mérkőzést így megnyertük, én tudtam, hogy itt nem lesz gond. Magyar Kupa elődöntőnél mennyire vettétek komolyan? Mennyire hittétek el, hogy akár a döntőig is el lehet jutni? Hát az elődöntőben ott volt. Kisvárda. Igen. Nem adta olcsón bőrét. Nem, de amióta megérkezett a vezetőedző, az első naptól mondta azt, hogy kupát fogunk nyerni, kupát szeretne nyerni. Amikor megérkezett, kinevezték, közölte veletek, hogy bennmaradtok, és kupát fogtok nyerni. De ugye úgy néztünk rá, hogy nem akartuk is elhinni, mert akkor nem voltunk olyan helyzetben. Talán volt 19 pontunk, hogy... Igen, de a magyar a kupa ugye sajátosságából ez nem számít. Jöttek a meccsek, jöttek a egyre előrébb haladtunk, hogy már mi is behergeltük ugye munkat, hogy tényleg egy meccsen ugye ugyanez volt a Puskás ellen, hogy háromszor kikaptunk tőlük a bajnokságba, de a kupába őket megvertük ott. Akkor marad az edzős, ugye? Szeretnétek, hogy maradjon? De minden biztos, hogy marad, igen. Ő igazi német vonalat igen. Adja? A szerb és a német között mi a különbség? Hát ezt így pontosan... Te mit tapasztaltál? Igazából már az elején beszéltünk, ez a ugye más szisztémát is hozott be, más játékrendszert, amit eddig az Újpest nem nagyon játszott, de és ilyen helyzetben ugye jól sült el egy más, tehát amiről mondtam, az erőnlét, a pörgős, gyors, akár kis játékok erőltetése, ami nem volt megszokott. Meddig tart a szabadság? Június 13-án kezdődik el. És 15-én van a sorsolás. Azt nem is tudtam. Akkor megtudjátok, hogy kivel fogtok majd játszani. Egyelőre még ugye van, amíg zajlik a bajnokság, úgyhogy még most nehéz itten satszolgatni. De egy a lényeg, hogy ebbe az új kupasorozatban, ebbe a kis kupasorozatban ott vagytok. És akkor tudtok
menetelni, menni. Vasárnap volt a születésnapod, ugye? És tényleg 27. Család alapítása, hogy állsz? Mindjárt érkezik a kisbuvánk. Jó, pont arra van kiírva, amikor a két mérkőzés lesz, arra van tervezve, július 13-ára. Úgyhogy hát számomra is egy új élet fog elkezdődni, az biztos. Hát nagyon várom már. Egyébként mit csinálsz, hogyha nem futballozol? Mit szeretnél? Vagy mihez van lenne kedved, ha éppen a kedvesed elengedne? Hát az jó, most nem tudom, az biztos, hogy most egy hétig nem szeretnék sok mindent, csak pihenni, kicsit kicsapcsolódni. És az ugye elég, hogy otthon vagy, és akkor pihensz, vagy baj más? Hát ugye, mert így, hogy a feleségem ugye már vége felé, nem is szeretnénk kockáztatni. De van már rendezve akkor a szoba? Gyerekszoba? Készen van? Készen van. Fiú, kislány? Kislány. Akkor már a színek is minden megvan. Hát igen. Már. Van még hátra valami, amit be kell még szerezni? Nem, most már teljesen kész vagyunk. Teljesen. Most már várjuk, hogy jöjjön. Igen. Te is teljesen kész vagy? Majd meglátjuk. Volt nagy ünneplés? Mind a Magyar Kupa győzelem, mind a születésnapod, így össze? Így össze. Volt nagy? Volt nagy. Hát az a Magyar Kupa győzelem, ez tényleg olyan volt, az egész klub számára, ez nagyon fontos volt. Szurkolókkal tartjátok még a kapcsolatot? Milyen egyáltalán most a kontakt? Hát ugye mindenki azt várja, amit mindenki tud, és ebben nincs nekünk beleszólásunk. Ezt nem tudjuk, hogy mikor fog eljönni az, hogy újra egy igazi újpesti tábor előtt tudunk játszani. Én bízom benne, hogy minél hamarabb. Tartjátok egyébként a kapcsolatot? Van, úgyhogy egy-két szurkoló megjelenik nálatok, vagy felhív, tehát az öltözőben értem. Nem nagyon szoktunk így, persze volt, sajnos amikor rossz szériá volt a csapat, persze az Újpest az mindig Újpest marad, úgyhogy... Ha negatív, akkor jönnek a szurkolók akkor. Hát akkor persze kellett egy kis felrázás, hogy mindenki tudja, hogy ez nem egymás, ez az Újpest. Most őszintén, csak így négy szem közt. A külföldi játékosok mennyire tudják, hogy mi az, hogy Újpest? Hogy ez mit jelent itt? Hát szerintem... Mennyire kell nekik elmagyarázni? És igen, akkor hogyan lehet nekik elmagyarázni, hogy meg is értsék, hogy mit jelent? Szerintem nem kell elmagyarázni nekik, mert ha valóban mondjuk egy új játékosként érkezel, akkor biztos, hogy megnézed a múltját, a történelmét, és hogy hova, jóba, jó jött. De persze, amikor egy rosszabb helyzetben van a csapat, és megjelennek, akkor meg főként látszik, hogy hú, igen, megjelennek 30-40-en akár, hogy az Újpest, ez nem történhet meg vele, hogy kiesse. Ez egyfajta megerősítés akkor a játékosok felől, hogy igen, ez tényleg, akkor ez egy Újpest. Szerencsések vagytok, 6. helyen végeztetek, azt jelenti, hogy kétszer játszotok otthon, egyszer idegen vagy azzal a csapattal, vagy az első 6. Hát tavaly is így volt, csak nekünk nem úgy sikerült a sorsolás. De most megint így most. Ez előny egyébként? Hát így előny, nem előny. Ugye szurkolók nélkül azért így nehéz volt. De most már jönnek a szurkolók. Jönnek a szurkolók. Teljesen más. Szurkolók kell játszani nélkülük. Mit ígérsz szurkolóknak? Milyen Újpest lesz ősztől? Hát bízom benne, hogy azt a arcunkat tudjuk mutatni, amit itt a januártól persze voltak, beszéltünk rossz, nagyon rossz meccsek, de volt jó pár meccs, amikor tényleg azt lehetett látni, hogy ez már valahogy kinéz. De egy a lényeg, a Magyar Kupa győzelmnek köszönhetően is, akkor most már minden játékos elhiszi, amit a német vezetőedzőtök mond, és akkor vakon követitek, mert tudjátok, hogy azt mondta, hogy kupa győzelm lesz, az lett. Igen. Tehát most már, hogy hisztek benne, nem? Hát muszáj hinni, igen. És akkor lehet a harmadik, másik helyért. Mert mi az, hogy egy Paks ott van a dobogó közelében? Hát persze, az Újpestnek mindig ezért kell küzdeni. Jó, persze, nagyon szép ez a kupa győzelem. Mondtam, hogy ez így a szezont megmentette,
Most az a kérdés, hogy akkor ad-e olyan löketet, hogy most már tényleg elő legyen az Újpest végig, vagy megint visszazuhantok oda, ahonnan én nagyon bízom benne, hogy nem. Úgy legyen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. További sportosat.